Azt ismerik, hogy két férfi és két nő komoly témákról beszél kötetlenül, uram, bocsás, szórakoztatóan egy televíziós stúdióban. Hát ez következik most ez a napira. Jó estét kívánok, ismerjék meg, hogy kik a szereplők. Itt van Lukácsi Katalin, volt kereszténydemokrata politikus, Vadai Ágnes a DK alelnöke, és Murányi András a Párbeszéd kommunikációs igazgatója. Mindjárt beszélünk komoly dolgokról, de előtte egy még komolyabbról, a nap kérdése. Tessenek szavazni, még lehet változtatni az arányokon. Ma arról kérdeztük a véleményüket, hogy zavarja-e önöket, hogy az állam tudni fogja, hogy ki, kivel és hova megy szállodába. Mit szól hozzá, hogy név szerint kötelező lesz bejelenteni az államnak, hogy melyik szállodában éjszakáztunk? Nem tetszik ez az egyre kiterjedtebb kontroll, így gondolja 89%. Nem érdekel, már így is tudnak szinte mindent, mondja a 11% beletörődő kisebbség. Na, beszélni fogunk erről, majd meglátjuk, hogy változnak-e a szavazati arányok, lesz-e például 90-10% az önök szavazata. De előtte arról, hogy ma bejegyezték, vagy pontosabban most már jogerős a határozat, hogy bejegyezték Márki-Zay Péterék mozgalmát. Ezzel kezdünk. Hivatalosan is bejegyezték Márki-Zay Péter Egyesületét, a Mindenki Magyarországa mozgalom célja a részvételi demokrácia erősítése, a helyi közéleti aktivitás előmozdítása, a magyar civil társadalom önszerveződésének támogatása. Az Egyesület székhelye a szervezet bejegyzésében segédkező Magyar György ügyvédi irodája lett. Márki-Zay Péter korábban azt mondta, egy pártok felett álló mozgalmat szervez, amelynek egyetlen célja, hogy a jövő évi önkormányzati választásokon lehető minden településen egy esélyes ellenzéki induló álljon ki a Fidesszel szemben. Na, tisztázzuk a szerepeket. Lukácsi Katalin benne van ebben a mozgalomban. Vadai Ágnes politikus, Murányi András pedig, hát hogy mondjuk, think tank vagy stratégia alkotó egy politikai pártban. Köszönöm, jövök máskor is. Úgyhogy lehet beszélgetni arról, hogy most szimpátiával vagy ellenérzésekkel figyelik ezt a mozgalmat, illetve hát Katalintól pedig kérdés az, hogy mit remélnek ettől az egésztől. Na, ki kezdi? Katalin. Lehet, hogy érintettség okán az a legokosabb, hogyha én kezdem. A Párbeszéd, tehát hogy... Jó kezdődik. Ez jó kezdődik. Tehát, hogy ennek a lényege, amit Márki-Zay Péter is sokszor elmondott már, hogy segíteni akarunk az ellenzéki pártokat, nem ellenük szerveződik. Tehát ugyanaz, amit Márki-Zay Péter, meg például a Viszlát kétharmad már a kampányban is végzett munkát, csak hogyha így időben elkezdi, akkor hát a több eredményre jutunk, mert valóban nagyon... Tehát a maga nemében sikeres volt a taktikai szavazás kampánya, mert sokan szavaztak taktikailag, de látjuk, hogy a gyümölcsét nem arattuk le, tehát nem akadályoztuk meg a kétharmadot, és hogyha időben kezdjük el ezt, hát ha sikeresebben átmegy az üzenet, mert azért a választóknak megkönnyítjük akkor a dolgát, ha nem kell több jelölt közül az esélyes választani, hanem csak egy jó jelölt lesz, és ez a mozgalom erről szól. Hivatalosan ez még nem nyilvános, csak mivel Magyarország egy kis ország, ezért nyilván kiderült, és akkor már egyszerűbb bevállalni, hogy ez igen, én benne vagyok például, vagy hogy Márki-Zay Péter igen, ő az alapítója, de majd amikor ez kérlelődik, megfogalmazódik nyilván, akkor egyértelműen a sajtó elé állunk. Na, innen folytatjuk, megmutatom, hogy hogy működött az ellenzéki uniszónó. Murányi András így csinált. Vadai Ágnes pedig is, miközben hallgatták Lukácsi Katalint. Na, magyarázatot kérek. Így csináltam, tehát nemet mondtam, hanem... Nem volt ez egy egyértelmű helyeslés. A taktikai szavazásnál ráztam így egy picikét a fejemet, az ott sokakat szerintem megzavar, de már utána vagyunk. Mi a DK-ban mindig minden olyan mozgalmat, együttműködést, szerveződést, kis csoportokat, állampolgárok, kettes-hármas összejövetelét mi mindig támogatunk, amelyeknek az a célja, hogy ezt a jelenlegi kormányt ezt leváltsuk, és hogy utána, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog, tehát nem elég az, hogy leváltsuk a kormányt, és utána közösen építsünk egy ilyen normális európai Magyarországot, ahol átláthatóak a közpénzek, ahol a szolidaritás működik, ahol a szabadságjogok megvannak. Ha ez civil szervezet magára vállalja, hogy csinál egy ilyet, nekünk ez ellen nincsen kifogásunk. Mi egy politikai párt vagyunk, a Demokratikus Koalíció politikai párt, nyilvánvaló más feladatokkal, és azt pedig azt hiszem, nem kell magamat újra megismételni, de a Demokratikus Koalíció a megalakulása óta arról beszél, hogy egy az egy ellen politikára van szükség. Az országgyűlési választásokon is arra lett volna szükség, nem is véletlen, hogy például a DK
nem egy helyen, egyoldalúan lépett vissza más ellenzéki képviselő javára, és úgy gondoljuk, hogy nyilván, amikor odaérünk az önkormányzati választásokhoz, akkor is erre lesz szükség. Az önkormányzati választások, de hát ezt nyilván, aki benne van a politikában, tudja, hogy az annyiban picikét más, mint egy országgyűlési választás, hogy ott sokkal inkább személyekre szavaznak, főleg a kisebb településeken. Mi, még egyszer mondom, minden olyan mozgalommal szemben, civil szervezettel, együttműködéssel, állampolgárok csoportjával szemben pozitívak vagyunk, akik azokat a célokat magukénak gondolják, amiket mi is. Persze, és ez mind tök jól hangzik, mindaddig, amíg ők civilek. De egy szép nap könnyen lehet, hogy a Mindenki Magyarország a mozgalom pártá fog alakulni, és abban a pillanatban már vetétás. De ez, még egyszer mondom, szerintem a normális ellenzéki demokrácia az arról szól, mindig mindenkinek elmondtuk. Nem tetszik, amit a DK csinál, például határon túli magyarok ügyében. Lehet ennél másabbat vagy jobbat csinálni. Tessenek akkor emögé nagyobb szavazatszámot szerezni, mint amennyit a DK szerzett. A Demokratikus Koalíciónak jelenleg 9 képviselője ül az országgyűlésbe. Ha valaki párttal alakulni, akkor ezt nem ellenezni kell. Hát verseny van, legalább saját magunk között legyen egy verseny, és akkor legyen győzön a jobb, aki mögé a legtöbb sorakozik föl. Nekem ezzel nincsen kifogás. Katalinnak úgy értem a szót, a Murányi meg majd felébred előtt. Szerintem az a jobb, hogy én nem szólok. De a múltat felhajtolgatni nincs túl sok értelme fél évvel a választás után. Azért megjegyezném, hogy például voltak olyan körzetek, ahol a taktikai szavazás nélkül nem ért volna el ilyen jó eredményt a DK a tavasszal. A taktikai szavazásnak is nagyon jók a jelöltek nyilván, de a taktikai szavazásnak mi nagyon sokszor megkapjuk támadásként a Viszlát is, hogy a DK-t ilyen nagy frakció segítette a taktikai szavazás intézménye, és az a csoda, hogy Bauer Tamás megszorongatta Gulyás Gergelyt ebben a nagyon budai polgári körzetben, az a taktikai szavazás nélkül nem képzelhető lett volna el, és én sajnálom egyébként, hogy nem Bauer Tamás nyert, de ott például ő elismerte azt, hogy nem lett volna helyes, hogy az LMP-s jelölt visszalép, mert lehet, hogy az LMP-sek nem szavaztak volna rá. Tehát, hogy ezek bonyolult és árnyalt kérdés, hát ezek, és nem csak az a lényeg... Az ugye történelmietlen. Nyilván, de a lényeg az, hogy nem csak az a lényeg, hogy egy jelölt legyen, hanem lehetőleg az, hogy olyan jelölt legyen, amelyik integratív, és ehhez időben kell elindulni egy ilyen mozgalomnak, hogy lehessen presszionálni a választók akaratát, hogy a pártok elfogadják. Megnyilvánul, igazgató úr? Nem bíztam benne, nem 2 perc, 42 másodperc, amíg úgy meg kell szólni. Ahol 13 a tiéd. Nagyon szépen köszönöm, viszontlátás. Abban a tekintetben feltétlenül könnyű helyzetben vagyok, hogy ugye a Párbeszéd is, amely taggyűlést tartott vasárnap, illetve az MSZP, amelyik választmányi ülést tartott szombaton, deklarálta azt, hogy a szövetségesi politika híve. Beszélni fogunk erről. Így van, tehát az MSZP és a Párbeszéd is hittette amellett, hogy az eddigi frakciószövetség az rendben van, és hogy egyébként a választásokat illetően, hogy az Európa Parlamenti választásokra fókuszálódik elsősorban ez a megállapodás, elsősorban, aztán majd nyilván megy tovább minden a maga útján. Oké, csak hol van a helye ebben a puzzle-ben egy ilyen típusú mozgalomnak? Hát ugye ebben mind a két fél deklarálta azt, hogy mind a két pár deklarálta azt, hogy várják azok jelentkezését, most magyarra fordítva, akik vagy amelyek, amilyen szereplők szeretnének csatlakozni ehhez a garnitúrához, vagy egyáltalán, hogy kialakuljon az a széles erőtér, amelyik azt eredményezi majd, hogy egy jelölt áll majd szemben a hatalom jelöltjével. Ez szerintem sehol nem lehet kérdés, pláne nem a harmadik kétharmad után, és pláne nem ugye a 2018-as választások után, amely előtt még ugye hónapokig ment a cséplés, akkor ki hol lép vissza, stb. Ez szerintem valamennyi párt megértette. Az MSZP és a Párbeszéd deklarálta, hogy ez így van. A Mindenki Magyarország, most remélem jól mondom, mert kezdem elveszteni a fonalat. Mindenki Magyarország. Sokak Magyarország, egyébként az a DK program. Igen, csak hogy egy kicsit sok az elnevezés. Tehát az lenne az ideális, és mind a két párt, az MSZP és a Párbeszéd is ezért dolgozik. MSZP nevében nyilván nem nyilatkozhatom, csak ugye a választmányi ülés függvényében. Azt lehet mondani, hogy a cél az, hogy ez az összefogás, ez a szövetség, ez minél szélesebb körül legyen. Akikkel meg lehet állapodni, azokkal állapodjanak meg, és a vége az legyen, hogy ha önkormányzati választásról beszélünk, akármilyen választásról beszélünk, most az EP-t vegyük ki, ahol ugye listás alapon kell választani, egy jelölt álljon szemben a hatalom jelöltjével, pont. Én inkább úgy értelmezem, de lehet, hogy tévedek, hogy ez a mozgalom inkább, ti nem csatlakozni akartok bárkihez, hanem ilyen integratív szerepet szeretnének fölvállalni, kvázi elősegíteni, hogy a parlamenti pártok, meg a parlamenten kívüli pártok, meg civil világ közösen találja meg minden választókerületbe a legjobb képviselőjelölt, és a településeken a legjobb polgármesterjelölt. Szóval én ezt értem. Hát erről beszéltem, igen, hogy ez egy közös, nem párt alakult, hanem egy mozgalom jött létre,
Péter is pontosan ezért, amiről beszéltünk, na, hogy egy-egy na, tehát, hogy én így értem, tehát magyarul az lesz, hogy vagy feltételezem, hogy valami olyasmi lesz, hogy lesznek ilyen rendezvények, ahol leülünk, ahol beszélgetünk, és mondjuk, nem tudom, a 15. kerület kapcsán, mert mondjuk az egy jó példa, ugye a DK-s képviselője van, és DK és egyébként az ellenzéki pártok által támogatott civil mozgalomból jövő polgármester nyerte a választást, Németh Angéla, tehát hogy akkor ott például leülünk, és azt mondjuk, hogy hát szerintünk, hogyha az Angéla újra akar indulni, akkor ebben a formában milyen jó lenne, ha indulna. Aztán vannak olyan települések, vagy olyan kerületek, ahol kifejezetten van DK-s polgármester, vagy DK, hát most én mégiscsak azt fogom mondani, akkor ott meg azt mondjuk, hogy akkor ő azt szeretnénk, hogy ő legyen a jelölt, és valahol meg más pártnak a jelöltje van. Én így, az én a fontos, gondolom, hogy ne legyen botrányízű casting, ami általában tönkreteszi tényleg az ellenzék kommunikációját. Ezért... Mit értünk botrányízű casting alatt? Tehát hát csak például ez is a visszalépési katasztrófa a választás előtt, ami szerintem elbizonytalanított szavazókat. Tehát, hogyha ezt például kikerülnénk, az nagyon sokat jelentene. Szerintem az első casting lehet, hogy kell, csak legalábbis nem a színfalak előtt, ugye? Én szerintem az első és legfontosabb feltétel ehhez, hogy bármilyen mozgalom alakul, meg párt, meg akárki alakul az ellenzéki térfélen, azt szerintem elsősorban arra irányuljon, hogy újra egy európai demokratikus Magyarország legyen. Én értem, én nagyon sokszor végighallgattam, hogy mi ellenzéki képviselők, különösen mi DK-sok, na és főleg mi gyurcsányisták, hát mi rettenetesek vagyunk. De mégiscsak ott vagyunk a politikai palettán, van mögöttünk szavazótábor, akiket mi el tudunk vinni. Szerintem mindenkire szükség van. Tehát én ezért tartom mindenki azt, mindenki Magyarországa, mi is ezt mondjuk. Én meg azt mondom, hogy én már beérem a sokak Magyarországával is, de a mindenki Magyarországa lenne természetesen legjobb magyarul. Tehát szerintem az egy nagyon fontos előfeltétel, hogy ne egymást csépeljük, hát az nem visz előre bennünket, és a mi politikai riválisaink nem itt ülnek, a mi politikai riválisunk, akiknek az egész filozófiával szemben áll a mi gondolkodásunk, azok a Fidesz-KDNP-be ülnek, akik a nőket a konyhába tartanák, akik a hajléktalanokat üldözik, akik a rokkantokat bele is rugdosták az árokba, mi ezzel szembe akarunk menni. Tehát én ez csak egy ilyen óvatos feljajulás, hogy szerintem ebbe az irányba próbáljunk elmozdulni, és akkor nem lesz casting, főleg nem botrányízó. A téma az továbbra is a közös ellenzéki fellépés. Az MSZP és a Párbeszéd megállapodott abban, hogy közös listát állítanak az európai parlamenti választásokra, vagy nem. Sokáig próbálkoztak a pártok, de az idei országgyűlési választáson végül elmaradt a nagy összefogás. Csak az időközben PM helyett Párbeszédnek nevezett párt lépett közös listára az MSZP-vel. Sőt, a miniszterelnök jelöltet is a Párbeszéd adta Karácsony Gergely személyében. A Változás Szövetségének apostrofált együttműködés végül 20 képviselőt juttatott a parlamentbe. A közvéleménykutatók által 1% körüli támogatottsággal rendelkező Párbeszéd egy 5 fős frakciót is létrehozhatott. A stratégiát folytatják, így jövőre is közös listán indulnak az európai parlamenti választáson. Erről szombaton döntöttek. A Párbeszéd vasárnapi tisztújítóján pedig újra választották a társelnököket, Szabó Tímeát és Karácsony Gergelyt. A Párbeszéd ugye az nem a semmiért tud akupozícióba kerülni az MSZP-vel. Van lényegében 3 olyan politikusa, akit, hogyha lehet fogalmazni, árba tud bocsátani egyfajta együttműködéskor. Pulai András szerint a főpolgármesteri pozícióért is jó eséllyel indul Karácsony Gergely. A formálódó előválasztás pedig politikai legitimációt is adhat neki. Na, egy kérdés még nem hangzott el bejátszás alatt. Nem, csak hogy akkor van megállapodás, vagy nincs megállapodás? Ugye Mesterházi Attila hát bedobta a követ ebbe az állóvízbe, úgy tűnt, hogy már mindenki boldog. Én a magam részéről arra fókuszálnék, hogy az MSZP és a Párbeszéd is hitetett, amellett, hogy az a szövetségi politika, amelyet elkezdett mind a két párt, az a jövőben folytatódni fog. Ennél jobb mondást én nem tudok mondani. Mesterházi Attila nem hallott? A Mesterházi Attila nyilván hallott mindenről, hiszen ott volt az MSZP választmánygyűlésen is, gondolom én. A Párbeszéd taggyűlésén nem volt ott, akkor nyilván találkoztunk volna. De az biztos, hogy én ezt tekintem irányadónak, egyebekben bármilyen információ hangzik el, azt tekintsük úgy, hogy a családban is időnként összekapnak az emberek, és számon kérik egymást bizonyos kérdésekben, ezek mehetnek nyugodtan. Szerencsésebb nyilván, hogyha ezek a színfalak mögött mennek ezek az egyeztetések, vagy számonkérések, vagy egyebek. Tehát azt gondolom, hogy mind a két félnek tanulnia kell abból, hogy nem kell mindent kivinni a placra, de összességében ami irányadó az az, hogy a szövetség él, és a szövetség dolgozik.
Jó, hát szóval, hogy ugye Mesterházi azt írta a Facebookon, hogy ez most ugye egy félreértés vagy fake news. Tehát ez nem egy finom hangolása ennek az egész dolognak, hanem alapvetően vonta kétségbe, hogy mondjuk, ez az egész amit az előbb említettünk, hogy kérdeztük, hogy mi is a botrányizó casting, szerintem visszaértünk oda, erről megállapodtunk, hogy mondjuk ezeket a vitákat tényleg a zárt falak között kellene lefolytatni, mert ez a NERD segíti, úgyhogy én ráadásul azt sem értem, hogy Karácsony Gergely, én úgy tudom, hogy az MSZP Párbeszéd közös szövetségnek egy az egyik legismertebb, legelfogadottabb politikusa, hogy egy MSZP-s politikus miért megy neki a legszeretettebb politikusának, én ezt sem értem. Na. Semmi? No comment? Én a Demokratikus Koalíció elnöke és frakcióvezető helyettese vagyok. Nyilvánvaló érdekeltek vagyunk abban, hogy a többi demokratikus ellenzéki párt, aki változást akar, ott jól menjenek a dolgok. Bárki, aki értelmes szövetséges lehet a jelenlegi kormány. Igen, de sajnos ebben érdemben befolyásolni senkit nem tudok. Én azt tudom befolyásolni, és ugye az azért világosan látszik, hogy sem április óta, sem előtte a Demokratikus Koalícióból ilyen típusú viták nem jöttek ki. Mi házon belül szoktuk elintézni a dolgainkat, és mi nagyon szurkoltunk annak idején az LMP-nek is, hogy végre fejezzék már be azt, amit csinálnak, mert az nem jó. Mindenkinek szurkolunk egybe, mert sajnálatos módon azt tudomásuk kell venni, hogy az összkép, így általában úgy szoktak beszélni az emberek, hogy az ellenzék. Tehát nem jó. Nem jó ez a fajta dolog, de azt tudom mondani, hogy a DK ebben egy nagyon fegyelmezett magatartást folytatott a április óta. Mi a vitáinkat belül szoktuk megvitatni, és vannak vitáink. Tehát senki ne gondolja azt, hogy nálunk mindenben a legnagyobb egyetértés van. Kíváncsi lennék pedig azért egyszer, ha már minden ellenzéki pártnak ismerik a vitáit, néha belenéznék egy DK-s vitába. De nem fogjuk, mert én azt gondolom, hogy aki ezt a hatalmat le akarja győzni, annak nem elég, hogy jó jelöltjei vannak, nem elég, hogy jó programja van, hogy lejárja térdig a lábát, rettenetesen fegyelmezetnek is kell lenni. Mert ez a dolog nem rólad, nem rólam szól. Ez azokról a választókról szól, akik x éve arra várnak, hogy végre eltűnjön Orbán Viktor, Kósa Lajos, Németh Szilárd és az összes többi haszonleső, Mészáros Lőrinctől, Habony Árpádon keresztül Rogán Antalig, és hogyha azt látják, hogy az ellenzéki politikusok csak egymással vannak elfoglalva, és nem azzal, hogy csinálnak valamit, akkor az lesz a válaszuk, hogy egy, legyintenek és közömbösek lesznek, kettő, összecsomagolnak és elmennek. És én nem akarom, hogy elmenjenek a magyarok csak ebből az országból. Az a fontos, hogy egyébként nem csak arra várnak a magyar választók, hogy elmenjen Orbán Viktor, Mészáros Lőrinc, stb., hanem hogy egy jobb jöjjön helyette, és szerintem ez a vita tárgya, hogy nem érez alternatívát a magyar választó, mert szerintem még a Fideszes szavazók is kijön például az Európai Ügyészséggel kapcsolatban is, hogy kétharmada támogatná a csatlakozást, hogy már azért kezd elege lenni a Fideszből, de egyszerűen nem lát alternatívát. Úgyhogy ez a fontos, hogy érezze egyértelműen, hogy egy jobb jönne helyette, igen, nem csak az, hogy menjen Orbán Viktor. Igen, de úgy nem is fog látni alternatívát, és nem is fogja azt érezni, hogy kormányzóképes erő az ellenzék, hogyha leginkább a saját kis köldök nézegetésével van elfoglalva, meg azzal, és mi ennek sokszor elszenvedői vagyunk, hogy szídják egymást a politikusok, igen, még egyszer mondom, igen sokszor a DK-t. Azt tudom mondani. De azt sem jó, mondjuk egy pártnak a kommentelői troll hadjáratot folytatnak egy másik párt. Még egyszer mondom, tessenek jobban csinálni, mint mi. Tessenek több szavazatot összeszedni. Ha valaki, mi leválthatók vagyunk, de félreértés ne essék. Bármikor elküldhetők vagyunk. Én szívesen részt veszek egy olyan ellenzéki együttműködésbe, ahol nekem nincsen szerepem, mert jönnek olyanok, akik képesek megszerezni a választópolgárok többségét. De azt meg tudomásul kell venni, hogy a Demokratikus Koalíció szavazótábora az nem csak egységes és erős és növekvő, hanem borzasztóan elkötelezett is, és el is megy szavazni. Mert a nap végén nem az számít, hogy ki milyen kedvesen mosolyog, ki milyen ügyes és okos, hanem hogy ki hány szavazót vitt el a szavazó fülkébe. Pont. Megkérdezte már a Párbeszéd elnöke, Mesterházi Attilától, hogy akkor ezt most hogy gondolta? Vagy mi lehet a félreértés? Az MSZP és a Párbeszéd között folyamatosak az egyeztetések, például a képviselői irodaházban ugye azonos folyosón vagyunk, el sem tudjuk kerülni egymást adott esetben. Jó, és mit válaszol Mesterházi? Bármilyen felvetés van. Maradjunk annyi, hogy a felek megbeszélték ezeket a problémákat, és szerintem miután mindenkinek az az érdeke, hogy tanuljunk abból, hogy hasonló kiszólások ne legyenek, arra kell fókuszálni, hogy a szövetségi politika ez még terjedésebb legyen. Egy dolgot szövezzük, hogy a döntés gyakorlatilag azon túl, hogy szövetségi politika és EP választás még nincs. Tehát ugye van ugye a főpolgármesteri jelöltség, és ugye a jövőre főpolgármesteri jelölti poszt, azzal kapcsolatban az előválasztás, illetve van az önkormányzati választás. Jelenleg ugye a tekintetben nincs még döntés, hogy milyen
formában megy majd neki, akár mondjuk az önkormányzati választásnak a két párt. Egyáltalán mondjuk Karácsony Gergely lesz a főpolgármester jelölt, vagy nem lesz főpolgármester jelölt. Tehát bizonyos döntéseket, és nyilván most én szólok ki a rendszerből, nagyon hamar, vagy legalábbis belátható időn belül meg kell hozni ahhoz, hogy a választópolgár pontosan tudja, tehát... hogy akkor milyen formában, kikkel és hogyan áll elő ez a szövetség, és milyen szövetségi bővüléssel folytatódik ez a munka. Az a cím, hogy az MSZP és a Párbeszéd közös listát állít az EP választásra, így akkor nem igaz, mert van benne egy csomó ha. Tehát van egy ilyen szándék, hát hogy közös listát állítson, ha különböző feltételekben sikerül megállapodni. A listállítás ténykérdés, szerintem ezekben a feltételekben meg fog állapodni a két párt képviselő, hogy korábban is megállapodtak a két párt legfőbb képviselői. Én nem látok ebben semmiféle fake news, vagy egyéb olyan kiszólásfélét, ami ezzel szembe menne. Na jó van, így legyen. A nap számával folytatnánk. A nap száma tulajdonképpen kettő, ha úgy tetszik, egy adatsor. 2005 és 2017 közötti változását mutatja a felsőoktatásban hallgató, vagy a felsőoktatásban tanulók számának. Látják, 2005-ben 39.687 fiatal járt a magyar felsőoktatási intézményekben, 2017-re ez a szám nagyjából 8.000-rel csökkent 31.023 tanulóra. Miről szól ez a tendencia? Még egy ijesztő adat van, ami ehhez tartozik, hogy 8%-nyian az magyar értelmiségből már külföldön vannak. És vannak. Ez a kettő így együtt, ez tényleg és ijesztő. Az unión belül talán Magyarország vagy a legrosszabb, vagy legalábbis sereghajtó a diplomások arányát tekintve. De mondok, tehát, jobbat, hogy bocsánat. Amúgy is rosszul állunk, igen. És tovább csökken a szám. Az elmúlt 8 évben, tehát pont a Fidesz kormányzásait nézem, akkor az állami férőhelyek száma is drasztikusan csökkent. Ha jól emlékszem, 72.000-ről 60.000-re, és nem lehet mindent azzal indokolni, hogy demográfiai hullám, már úgy értem, hogy lejtő következett be, hiszen a demográfiai lejtőnek a mélysége, a szabad így fogalmazni, ez nincs összefüggésben az, hogy mennyivel kevesebben jutnak állami ösztöndíjhoz, vagy jutnak el férjük. Most lesz fizetős a Corvinus például. És ami a legrosszabb, hogy igen, itt egy tőke koncentráció és egy nem tudom, egy új hatalmi réteg kiépítése mehet végbe, hiszen hogyha ezeket a tendenciákat nézzük, illetve azt hozzávarjuk, hogy így még jobban kinyílik az olló azokat illetően, akik mondjuk szegényebb településeken vannak, és eddig is nehéz lett volna nekik eljutni állami ösztöndíjjal, vagy állami férőhelyjel a felsőoktatásban, most aztán pláne, akkor azt mondom, hogy itt valami elképesztő nagy problémáról beszélünk. Elképesztő rossz tendenciáról, amit azonnal meg kéne fordítani, ehhez képest még inkább mélyíti a kormány ezt a számot. De miért? Ugye az egészségügyre azt szokták mondani, hogy azért rohasztják le, mert párhuzamosan egészségügyet építenek. De a felsőoktatást miért? Egész egyszerűen elitképzés, mert ez a szám ez nem mutatja azt, hogy 31.000, hogy ennek milyen a földrajzi megoszlottsága. És a földrajzi megoszlottságból látszik, hogy a Kelet-Magyarországról, tehát én is Kelet-Magyarország, Kelet-Magyarországról jövők száma csökken drasztikusan, meg a budapestiek, ez nagyon érdekes, de a kelet-magyarországi. Magyarul lemorzsolódnak azok a gyerekek, azok a fiatalok, akiknek a tanulás lényegében az egyetlen kitörési lehetőség az adott területről, az adott vidékről, az adott foglalkozásból. A kormány pedig emellett, tehát nem hogy segítené, hogy minél több ember juthasson be felsőfokú intézménybe, amivel növeli a lehetőséget arra, hogy több legyen a fizetés, hogy jobb legyen az életminősége, hogy más legyen, hogy megvalósíthassa hogy a gyerek, hogy tovább éljen, hogy megvalósíthassa az álmait, hanem bevezet, és erről beszéltem a Arató Gergely képviselőtársam egy interpellációma, bevezeti azt 2020-tól, ha jól emlékszem, hogy már ahhoz, hogy az egyetemre felvételizni lehessen, nyelvvizsgára lesz szükség. Na most, ma Magyarországon sajnálatos módon nyelvismeretben is eléggé rosszul állunk, felnőttek között is, de a gyerekek között is. És éppen ma jött ki egy cikk, internetes felmérés volt, de például angol tanárból olyan iszonyatos hiány van, hogy ez elképesztő. Nem lehet megtartani a tanórákat. Az idegen nyelv ismerete a magyaroknak sajnálatosan amúgy is rossz. Ha ezt most feltételül szabja a felsőfokú intézménybe való bejutásnak, akkor ez még inkább ellehetetleníti azokat a legszegényebb rétegeket, hogy a gyerekeinknek egy jobb jövőt adhassanak. És mi marad? Marad az elit iskola, marad a fizetős iskola, látjuk, van olyan államtitkár, aki a saját gyerekeit nem közintézménybe iratja, hanem már általános iskolában magánintézménybe iratja. Nyilván neki, az ő gyerekeinek, és nem sajnálom a gyerekeitől az esélyt, senki ne ezt gondolja. Az ő gyerekeinek lesz esélye arra, hogy bejusson a Corvinusra, a fizetősre, de lesz esélye arra, hogy bejusson egy olyan egyetemre, ami nem fizetős. De azt szeretném megkérdezni, hogy annak a karcagi szülőnek,
aki végig dolgozza az életét, de nem tud külön tanárt fizetni, nem tudja a gyerekét külön tanfolyamra beiratni, az iskolában nem feltétlenül olyan esélyeket kap. Az ő gyerekének hol lesz esélye arra, hogy bejusson az egyetem? Tudjátok, mennyibe kerül egy óra, egy nyelvóra, mondjuk nagyon. 40-50 perces óra egy középiskolás gyereknek? 10-15 ezer forint? Hát annál annyi, kevesebb, 4-5 ezer forint. Így van. Tehát 45 perc. Ugye hát, amiről Vadai Ágnes is beszélt, hogyha feltétel az egyetemi felvételihez, hogy legyen középfokú nyelvvizsga, az gyakorlatilag a gimnáziumi oktatásban nem lehet megszerezni. De tehát sem ahhoz muszáj a magántanár. És az a szomorú, hogy Rétvári Bence például határozottan és nagyon indulatosan utasítja vissza, hogy nem lesz fizetős a felsőoktatás, hiszen a Corvinusnál is lesz. Az. Igen, az is, de hogy az lesznek ösztöndíjak. Csak hogy ez az igazságtalan, hogy azok a gyermekek, akik Jászlónok-Kunszolnok megyéből mondjuk talán nálunk, én azt hittem, hogy nálunk jobb a helyzet, de nálunk is nagyon csökkent a diplomások aránya, de a Szabolcs-Szatmárból jönnének, azok már eleve hátrányos helyzetből jönnek, úgyhogy nem fogják tudni csettintésre elérni az ösztöndíjas szintet, és ezért annyira körmönfont a rendszer, hogy még ki se lehet jelenteni, hogy fizetős lesz az oktatás. Hogy tehát nem csak Kelet-Magyarországon, Dunántúl is, Tolna megyében, Zala megyében, tehát szinte nincs olyan. Ezek a szimptomák, de mi az ok? Miért? Miért csinálják ezt? Azért egyszerűen, mert azt akarják, hogy ezek az emberek ne törhessenek ki abból a szegénységből, lehessen őket olyan szolgasorba tartani, mivel aztán befolyásolni lehet őket. Tehát a tudás az valóban hatalom. Tehát az, aki tud, aki olvas, aki széles ismeretségi körrel rendelkezik, aki beszél nyelveket, az nem fogja elhinni azt a sok baromságot, amit a köztelevízió nyom. Én ezt nem hiszem, hogy ilyen összeesküvés elmélet lenne benne, de biztos, hogy a kormánynak nem ez a fókusza, majd ha halljuk a további híreket, például a TAO pénzekkel, a kormány azzal foglalkozik, nem pedig azzal, hogy a szegényeket felemelje. Nem, szerintem ebben nem, most vitatkozunk. Ágival annyiban egyetértek, hogy az értelmiségi gondolkodó ember az rendkívüli módon zavaróan kormány számára. Tehát az elmúlt 8 évet nézzük, hogy hogyan tűnt el az értelmiségi keresztény konzervatív fordulva, vagy szimpla konzervatív fordudvar a Fideszről. Számos kvalifikált embert lehetne mondani, Pálinkás Józseftől kezdve, nem tudom, Navras és Tiborig bezárólag, aki gondol valamit a világról. Ezek folyamatosan tűntek el, koptak ki, mert nyilván az van, hogy van egy diktatórikus rendszer, vagy diktatúrába hajló rendszer, amelyben vannak az úgynevezett alattvalók, és nem jó, hogyha szembesít valaki téged azzal, hogy ez a rendszer nem jó, te a saját hatalmi klientúrádat építed, a saját családodat hozott helyzetbe, a saját Balatonodat raboltatod le, úgyhogy gyakorlatilag már nem tudsz úgy bemenni bárhová, hogy nem Mészáros Lőrinc, vagy más közeli érdekeltségnek a szállodájába vagy egyéb létesítménye menjél vele. Tehát ilyenkor nyilván az a normális, hogy jó, ezek a fiatalok menjenek el nyugodtan, most kit érdekel, 500 ezer ember vagy 600 ezer ember kim van, de ne is jussanak ahhoz a tudáshoz, amellyel valamilyen módon számon lehetnek érni ezeket a dolgokat. Egyébként, bocsánat, csak ugye a Fidesz az szép lopva visszavette, vagy visszavezette az egyetemi tandíjakat, vagy a felsőoktatási tandíjakat. Tehát 2008-ban még éppen arról szólt a népszavazási kezdeményezés a Fidesznek, hogy akkor legyen ingyenes a tandíj. Mi ezt ugyanúgy a Párbeszéd beadtuk most 2018-ban 10 év késéssel, ugye hát nem is lesz erről népszavazás, mert nem írható ki erről népszavazás érdekes módon, egy az egyben ugyanazt a tudom, mint a Fidesz. Tehát nagyon érdekes ez a farizeus magatartás, hogy ami akkor még rendben lett volna, most már abszolút nem is fordítva, valamilyen elképesztő tőke és hatalmi koncentráció zajlik, amelyben az értelmes gondolkodó ember az zavaró körülmény. A polgár, tehát mi azt hiszem, hogy mi vagyunk most már abban érdekes, hogy valódi polgári Magyarország legyen, ahol esélyed van, teljesen mindegy, hogy milyen családból jössz, ha szorgalmas vagy, ha okos vagy, ha kitartó vagy, akkor esélyed van arra, hogy kiemelkedj onnan. Ma elvágják ezt a lehetőséget, és éppen az jött ki ma is, azt hiszem, egy tárkimérés, hogy azok, akik a legszegényebbek közé tartoznak, ma olyan társadalmi helyzet alakult ki, hogy egész egyszerűen oda ragadnak ebbe a szegénységbe, és nem tudnak onnan kitörni. Szerintem egy mindenkori kormánynak az a dolga, hogy több lehetőséget adjon azoknak, akik lent vannak, és sokkal több felelősséget kell vállalniuk azoknak, akik fent mondjuk vannak. Mondjuk az ilyen híreknél. De aztán menjünk tovább, kérem az szépen. Ilyen híreknél merül fel igazán az, hogy milyen nagy a felelőssége valóban az ellenzéknek, hogy nem szabadna ilyen piszlicsári adókapokon felmorzsolódnia önmagát, mert nemzet pillanat sorskérdés van, hogy megmentsük az országot attól, hogy ki tudja, egy ilyen kihalt összeszerelő üzemmé váljunk. Na, lássuk a dolgok jó oldalát, lehet, hogy a felsőoktatási férőhelyek száma csökken, de a felsőti TAO program nőtt, ráadásul nem is kicsit.
Orbán Viktor felcsúti futballalapítványának rekordösszegű 5,4 milliárdos tavalyi TAO programja 2018. júniusában 9 milliárd forintra nőtt. A dolog nem csak a több programhoz képest aránytalanul nagy növekedés miatt meglepő, de a hátterében számtalan nehezen magyarázható kérdőjel is akad, írja az Index. Az MLS 2017-2018-as TAO adatbázisát böngészve figyeltek fel arra, hogy a felcsúti utánpótlás nevelésért alapítvány sportfejlesztési programjára eddig begyűjtött támogatások értéke jelentősen meghaladja az arra megítélt összeget. A durván 5,4 milliárdos programra eddig mintegy 6,2 milliárd forintnyi társasági adófelajánlás gyűjtött be az Orbán Viktor miniszterelnök által alapított szervezet, írja az Index. Na csak a rend kedvéért, ugye a DK kiperelte az adatokat, nem kapta meg, azóta se? Tehát péntek óta nem változott semmi? Az történt, hogy van egy jogerős bírósági döntés majd. Ezek után végrehajtást kezdeményeztünk, a rendőrségi feljelentést tettünk, mert Mészáros Lőnc azt írta, hogy hát ő nagyon szívesen idadná nekünk ezeket a papírokat, csak az emberminisztérium érjen azzal a jó képességű káslárral. Az bekérte. Erre oda mentek a minisztériumhoz. Már korábban oda mentünk, hogy akkor szeretnénk megkapni. Most megint oda mentünk, hogy szeretnénk megkapni, és egész egyszerűen nem hajlandók végrehajtani egy jogerős bírósági döntést, úgyhogy most feljelentettük még egyszer mondom ezt a jó képességű káslert, mert hogy ezek közérdekű adatok. Jogerős bírósági döntés van arról, hogy nem nekünk DK-soknak, hanem a magyar állampolgároknak joguk van tudni, hogy a be nem fizetett adó, az hova került? Mondjuk papírnek is meg tudom mondani, hogy loptak, mert ahol ezek pénzt látnak, 5 forintot is, ezek ellopják. Mert jó dolgot itt még nem csináltam, mert senki nem mondja nekem azt, hogy azért, mert fölépül itt 100 000 futballakadémia szerte a Kárpát-medencébe, ez bármilyen hasznot hajtott volna Magyarországnak. Semmi. Ez Mészáros Lőrincet, Garancsi Istvánt és az összes többi ilyen léhűtőt gazdagítja, és tényleg az ember ott tart, hogy már az sem lesz elég, hogyha rohad a műanyag lakat, komolyan mondom. Egyébként itt az a durva, csak bocsánat, ebben a TAO-ban az a legdurvább, hogy ugye egy 1800 lelkes faluról beszélünk felcsút. Ha most oda nézzünk, vagy nem tudom, hogy ilyen drónnal fölé menni, ki gépen száll fölé, annak térképet állja, akkor azt láthatnám, elnézést kérek, akkor azt láthatnám, hogy gyakorlatilag ott űrleszálló pályán kívül, vagy helikopterleszálló pályán kívül nincs. Nem akarok tippet adni, mert lehet. Nemzeti űrbiztos, űrhölgy majd. Igen, és lehet, hogy lesz. De nem ez a durva, hanem az, hogy ha a TAO-nak a többi szereplőjét megnézzük, tehát azok a sportszervezetek, amelyek szintén hozzájuthatnak, kérem ezt is, hozzájuthatnak TAO-hoz, azok milyen mértékben juthatnák hozzá ehhez a forráshoz, amely egyébként közpénz a kúria által kimondva. Közpénz. És megnézzük, hogy felcsútra mekkora tőke koncentráció érkezett, az olyan durván kirívó, hogyha nem tudom, zongorázni lehetne a különbséget, nem tudom, Beethovent kéne segítségül hívni. Ráadásul ez a korrupció melegágya, ugye, mert nyilván azok a cégvezetők, amelyek úgy döntenek, vagy akik úgy döntenek, hogy nem az államnak fizetjük be, hanem célzottan felcsútra, és nyilván nem az Újpestnek, meg a Honvédnak, oda is adnak nyilván kevéskét, de oda nagyon sokat. Ők nyilván azért is adják oda, mert majd talán valami cserébe majd kapnak valamiféle támogatást, vagy nem fogják őket abbaigatni, vagy ők lesznek a jó cég, és majd később nem tudom, mihez jutnak hozzá. Ez nem is korrupció melegágya, bocsánatot kérek, a szintiszta korrupció. És azon gondolkozom, hogy lehet ütni-verni mindig az ellenzéket, még nyilván én is ütésálló vagyok bármikor, de hogy az emberek eljutottak már abba az állapotba, hogy meghallanak még egy ilyen, hogy felcsút, és még felépült 12,5 milliárdért egy kézilabda csarnok, vagy nem tudom milyen csarnok, vagy felcsútra a pálya mellett, és nem tőlük sajnálom Isten, mert csak az arányokat nézem, miközben Észak-Magyarország, meg Észak-Kelet-Magyarország gyakorlatilag leomlik, mert akkora a szegénység, akkor az emberek miért gondolják azt, hogy ez így rendben van, amikor elmennek választani? Jó, rendben van, nem volt alternatíva, vagy nem volt egységes alternatíva 2018 áprilisában, de miért gondolják, hogy ez jó, 2,5 millió? Hogy az emberek miért gondolják, azt nem tudom, de hogy aki csinálja, az miért gondolja? Tehát mégiscsak ti foglalkoztok politikával, üzemszerűen. Tehát se szeri, se száma azoknak az ügyeknek, amire értelmesen lehetne pénzt költeni. Abból is lehet ellopni, abból is lehet megbízásokat adni haveroknak. Oké, de hogyha ez a dolgok természete, az... de hogy mi a politikai haszon abban, hogy valaki Las Vegas-t csinál a szülőfalujából? Tehát tényleg? Tehát lehetnének olyan ügyek, aminek...
aminek társadalmi és ennek következtében politika politikai hasznos. Szerencsúton is újra választják a fideszes polgármestert, hogy pedig rajtuk nevet az egész város, de a TAO politikai irányultságával kapcsolatban Hódmezővásárhely is jó példa, mert Márki-Zay Péter ezerszer elmondta, hogy Lázár János megmondta, a TAO pénzeket innentől kezdve Gyulára irányítsák át, és hopp, hogy nem, ez történik. Tehát, hogy teljesen politikai megrendelés az egész, és szörnyű, hogy a magyar választó ezek szerint már úgy él az országban, hogy ezt beáraszta, hogy ez így van. Holott ezen tényleg fel kellene háborodnunk. Biztos vagyok benne, hogy más országokban ez fele ennyiért is megbukott volna már ötször egy kormány, és mégis így élünk, de senki ne gondolja azt, hogy Felcsút az egy Mészáros Lőrinci projekt. Nem. Az Orbán Viktor maga. Tehát Felcsút az megtestesítője, szimbóluma annak, mindannak, amit Orbán Viktor erről az országról gondol. Hogy neki joga van ahhoz, hogy a háza tövébe építessen föl egy stadiont a mi pénzünkből. Hogy neki joga van ahhoz, hogy a baráti cégektől pénzt kérjen Mészáros Lőrinc, vagy a Felcsúti Akadémiára, és mindezt úgy, hogy az a teljesítmény, amit nyújtanak ott azok a focisták, hát szerintem, ha itt mi négyen kiszaladnánk a pályára, lehet, hogy jobbat csinálnánk sminkbe, magas sarkú cipőbe. Ebben nem vagyok biztos, de hogy nem hozzák az eredményeket, tehát az kény. Bocsánat. Tehát én azt gondolom, hogy ha nekünk vannak fizetett focistáink, amit a mi pénzünkből fizetnek, akkor azon kívül, hogy lődörög a pályán, egy kicsit többet szeretnénk elvárni. Én nem vagyok a focinak a nagy híve, régebben sokat olvastam a régi nagy időkről. És én nekem nincs az ellen kifogásom, hogyha egy kormány azt mondja, hogy szerinte fektetni kell a tömegsportba, meg a sportba. De hogy csak ezzel foglalkozzon, csak a miniszterelnök hobbiával foglalkozzon, és mindez pufátlanul még a házas sarkába építesse meg, én jártam ott. Egészen szívbe markoló az, hogy tényleg ott van szembe a háza, és egy percig nem volt neki erkölcsi, hogy mondjam, aggálja, hogy ezt megcsinálja, miközben szétrohadnak a budapesti kórházak, miközben egy karcagrövő gyereknek ma nincs esélye arra, hogy bekerüljön a felsőoktatási intézménye. Tehát szerintem Felcsútnak semmi köze sincs Mészáros Lőrinchez, az egész orbáni világhoz van köze. A TAO pénzeknél pedig azt gondolom, hogy azoknak a cégeknek is, és most nem a garancsit, nem a lakáról beszélek, tehát azok hogy mondjam, mennek majd ugyanúgy a levesbe, hanem azokról, akik azt gondolják, hogy így túl fognak élni, ugyanúgy építőjének a rendszernek, mert egy percig nem gondolkodtak abba, hogy minden egyes forint, amit hozzátesznek ehhez, az építi ezt a veleig rohadt korrupt rendszert, amit a fideszes választó egyszer nekem azt mondta, hogy nekünk azért nincs ezzel bajunk, mert így legalább a magyarok lopnak. Nem mondtam, hogy lopnak. Nem baj, de a magyar lop. Hát mondom, gratulálok. Tehát van egy pillanat, amikor ez azt gondolja az ember, hogy a kádári rendszert éljük tovább, még nem demokratizálódtunk, de hát a mi feladatunk értelmiségnek, hogyha még csökkenő számban is, de hogy valahogy átvezessük a 21. században Magyarországon. Ez a furcsa, csak bocsánat, hogy persze, hogy értelmiség meg elköltségtől. Sokat gondolkozom azon, hogy mondjuk, nem tudom, Polt Péter, amikor reggel belenézettük körbe, akkor mit lát. Nyilván van 5 milliós fizetés, vagy nem tudom, milyen költségtérítés, stb. És az a feladata, hogy bekkelje ki ezeket a dolgokat. De hogy addig nem sikerül eljutni, most egy kicsit váltok mondjuk Eliosz ügyben, hogy a siófoki vagy a hódmezővásárhelyi embereket meghallgassák, onnan kikérjék az iratokat, stb. Hogy a látszatra se ad. Itt jön nyilván a politika, hogy bűnpártolásért és egyébért, nem tudom, van egy csomó jogcím, amiért fel lehet jelenteni a legfőbb ügyészt, meg mit tudom én, de gyakorlatilag ezzel a rendszerrel szemben ezek a beadványok, vagy a, hogy mondjam, azok az eljárásrendek, amelyek egy normális demokráciában beváltak, gyakorlatilag már nem lehet mit csinálni. Tehát mi is, párbeszéd, bűnpártolás, és egyébként szépen benyújtjuk a vonatkozó iratokat, amelyekből aztán nem lesz semmi, hogy a Fidesz 2008-as most újra gondolt népszavazási kérdéséből sem, ez rendben van, de hogyha az ember ezt logikusan végig gondolja, és most elvonatkoztok Polt Péter lelkiismeretétől, akkor mi lehet az, ami ezt a rendszert meg tudja buktatni? Nyilván egy olyan szervezet, vagy egy olyan szövetséges politika, egy olyan kiterjedt erőér, aminek most már több, ami most már több szereplő is dolgozik, amelyik egységesen tud fellépni, és nagyon határozottan ezzel a rezsim ellen. Most nem azt mondom, hogy forradalmat kell csinálni, és neki menni a parlamentnek, de sokkal határozottabban kell ennek neki menni, és egy-két hónapon belül... Ez csak szükséges, de nem elégséges feltétel, mert ha a Fidesz szavazó jobban szereti a saját gyerekét, mint Orbán Viktort,
és hajlandó lesz szembenézni azzal, hogy a gyereke nem kapja meg az oktatást, az édesanyja nem kapta meg az egészségügyi ellátást, és mindez azért van, mert Orbán Viktor inkább a felcsúti stadionra költ, na akkor lesz itt változás. Természetesen szükséges az, hogy legyen mellette egy kormányzóképes alternatíva, de ha a Fideszre szavazók és a Fidesz támogatók rájönnek arra, hogy a gyerekük fontosabb, mint Orbán Viktor, vagy mint Németh Szilárd, mint Kósa Lajos, és hogy az ő jövőjük az mindennél fontosabb, akkor lesz rá. Az a baj, hogy félre is van vezető, hogy nagyon sok nagyszülő azért szavazott a Fideszre, mert hogy majd egy magyar Magyarországot megmenti őket, és az unokák hazajöhetnek, mert teljesen át van mosva a Fidesz szavazó agya. Tehát, hogy ez tényleg egy szívós munka. Kevés ahhoz, én nem mondom azt, hogy ne szeretnék a gyermekeiket a mostani Fidesz szavazók, szeretik a hazájukat. Orbán is, csak... Viktort jobban szereti. Ne, de jobban szereti fél... Orbán Viktort, hamis nem szereti. Álvilágban, egy fake news világban élnek, és ebből kell kivezetni őket egy hiteles alternatívával. De én meg azt gondolom, és ebben persze sokféle dolog van, mert valahol nem ér oda az információ, valahova odaér, de aki nem hisz a saját pénztárcájának, hogy 100 forint volt 2010-ben egy kiló krumpli, most pedig 200 forint, aki nem hisz annak, hogy a gyereke az elmegy külföldre, és soha többet nem akar hazajönni, és ennek ellenére mégis a Fideszre szavaz, azért nem feltétlenül információ, hogy gyerek... Csak ügyrendi kérdés, bocsánat, most vagy... Folytatjuk tovább ezt a témát, és akkor elengedjük a Nemzeti Turisztikai Adatgyűjtő Hivatalt, vagy pedig most át kéne menni arra, mert nem lesz rá idő. Rátok van bízva. Egy... Az a nap kérdése. Igazatok van, és hogy milyen igaza van, Lukácsi Katalin. Na, akkor ezzel folytatjuk röviden. A Semmilyen Zsolt és Rogán Antal nevével jelzett javaslat szerint minden szállodának egy központi adattárba kellene feltölteni a náluk szállást foglalók adatait. Sokak tiltakoznak az ellen, hogy a személyes adataik egy kormányzati adatközpontba kerüljenek. Nem értik, miért nem elég, hogy az idegenforgalmi adóval kapcsolatos adatokat a cégek megküldik a jegyzőnek, a statisztikai hivatal pedig folyamatosan nyomon követi a szálláshely szolgáltatással kapcsolatos forgalmat. Másfél perc, az 90 másodperc. Szóval, hogy eddig is volt szállodai bejelentő. Mi változik akkor? Én megint azt mondom, hogy én emögött nem látok összeesküvést, hogy mi rólunk most tényleg adatokat akar gyűjteni a kormány, viszont nem véletlen, hogy felmerül az egyszerű választóban, hogy de igen, ebből adatbázis készülhet. Tehát, hogy hát készül is. Legalábbis, hogy választói adatbázis, tehát hogy van már egy olyan politikai légkör, aminek akkod ad erre a gyanúra. Másrészt pedig ez a rossz központosító logika, ami abszolút szembe megy a keresztény demokrácia szubszidiaritás elvével, ezt is ez a adatbázis mánia is ezt támasztja alá. 2018-as országgyűlési választásokon, ne felejtsük el, ügyfélkapus rendszerből kinyert információk jutottak el a Fidesz köreihez, nyilván adatbázis építés szempontjából, pont. Mindenki elfelejt, hogy ez az egyik adatbázis, ami eddig volt, csak nem központosított, de készül egy másfajta adatbázis. Tehát idáig a jegyző kapta meg, ugye, hogyha jól tudom, de nem az volt, hogy ez állami központosított. Készül egy másfajta adatbázis, ami az összes telepített kameraképét fogja összegyűjteni. Készül egy harmadik adatbázis, ami a 6 köteles férfiak valamennyi adatát, beértve egészségügyi adatát is fogja rögzíteni. Tehát rengeteg adatbázis készül, ahol darabra pontosan nyomol lehet majd követni, hogy ki merre ment. Én azt gondolom... Az egészségügyi adatai már most is megvannak. Igen, kinek de, milyen receptet írtak fel, hol járt, hol most. De még a lényeg ennek a központosított adatbázis. Tehát ebben az a lényeg. A nagy vívmány a rendszerváltás után az volt, hogy minél inkább megpróbáltuk az adatokat szétteríteni, hogy minél kevésbé lehessen beavatkozni a magánéletbe, és visszaélni az adatokat. Most azt látjuk, hogy ez visszafele megy. Én azt gondolom, hogy ennek sokaknak lehet majd az lesz a reakció, az enyém biztosan, eddig sem nagyon jártam olyan szállodákba, hát akkor majd most nem fogok, majd most máshol fogok. Borulunk mi még bekatonának, csak szólok. Hát kétszer. Kicsit pontosítom a műsor címét, ebben a műsorban két férfi és két nő beszélget szenvedélyesen. Ez volt ma a napire. Köszönöm szépen Vadai Ágnesnek, Murányi Andrásnak és Lukácsi Katalinnak a beszélgetést, önöknek meg a figyelmet. Viszontlátásra.